Sziasztok! Gyorsan válaszolnék én is az előbb feltett kérdésre, hogy melyik a kedvenc szuperhős kütyüm, és azt kell mondanom, hogy Amerika kapitány pajzsa, és ezt majd meg fogjátok tudni az előadásom végén, hogy miért ez a válaszom a kérdésre. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Honf Júlia vagyok, a COSHELP alapítója, hófehérkéje, és erről fogok most nektek beszélni, hogy mi is az a COSHELP, de először megkérdezem, hogy tudja-e valaki, hallottatok-e már róla? Vannak néhányan? Igen? Szuper! Nagyon jó! Ahogy látjátok, jelmezes kórházlátogatás, így lehet röviden összefoglalni. És egy kis pillanat. Oké. Láttuk az előbb ezt a kis rövid videót, ami egészen friss a nyáron készült, és a jelmezeseken kívül volt, szerepelt a videóban két nem jelmezes, mondjuk így, őket felismerte el valaki, vagy mondjuk a zenét, ami szólt alatta, azt ismeritek-e, hallottátok-e már? Igen, boldogattok, elárulom én, mert nálam van a mikrofon. Ez a Brains zenekar Superheroes című száma volt. Mi már korábban csináltunk egy kis promó videót ugyanerre a dalra, ismerjük az együttest, ők örömmel engedélyezték azt, hogy felhasználjuk a videónkhoz az ő számukat. Ez volt 3 évvel ezelőtt, 2016-ban, amikor is elindult a COSHELP abban a formájában, amiben most is működik. Akkor ki is került a Brains Facebook oldalára, és megtámogattak minket egy kicsit ezzel a dologgal, hogy tényleg minél több emberhez eljusson az, amit mi csinálunk. Ez a kép is egészen friss. Most nyáron, júliusban volt egy Brains koncert, ahol mi is részt vettünk. A COSHELP tagjai mindenféle jelmezzel, nem csak jól éreztük ott magunkat és buliztunk, hanem a színpadon is jelen voltunk. Az volt még ennek a koncertnek a különlegessége, hogy jótékonysági koncert volt, ami azt jelenti, hogy minden bevétel után 100 forintot meg, minden egy eladás után 100 forintot megkaptunk, vagyis 300 ezer forintot gyűjtöttünk össze, amit aztán a kórházi látogatásaink során fogunk eljutatni a különböző kórházakba. Oké. Itt van még néhány izgalmas kép, amint a rohamosztagosok a koncerten táncolnak a Pannonia Osztársa Orkesztrá zenéjére. És akkor most le is lövöm itt a dolgot, hogy miért Amerika kapitány pajzsa jelenleg az én kedvenc szuperhős kütyüm, mert a koncert végén bejelentettük a Team Marvel-del közösen, hogy tombolázunk egy ilyen Amerika kapitány pajzsot. De majd még az előadás végén erről egy kicsit bővebben is szólok. Ez meg egy csodálatos csoportkép, amint ott van mögöttünk több ezer ember a Budapest Parkban. Na de nézzük akkor egy kicsit gyorsan az előzményeket át, hogy hogy nézett ki ez az egész dolog, miért is csináljuk mi ezt az egészet. Én 2011-ben kezdtem kórházakat látogatni, önkéntesként civilben. Elsősorban a Szent László Kórház gyermekhematológiai és csontfelő transzplantációs osztályát, ahol egészen súlyos krónikus betegségben szenvednek a gyereket, és gyerekek is őket kezelik. Ők ugye eléggé izoláltan vannak ebben a kórházban, egy személyes kórtermekben. Egyébként ma, mielőtt idejöttünk volna, szintén ezt a kórházat látogattuk meg, illetve az itt szemben található GOKI-t, a kardiológiai intézetet. Ez a Szent László Kórház, a csodálatos 11-es épülete. Így néznek ki ezek a steril boxok, ahol a gyerekek bent vannak, akár hosszú-hosszú heteken keresztül. Ez pedig egy kicsit kellemesebb környezet, a Demeterház, amikor már jobban vannak, akkor a szüleikkel itt tudnak lenni, amíg visszajárnak a kezelésekre. Rajtunk kívül ugye nagyon sok más alapítvány vagy egyesület, szervezet az, aki látogat a kórházakba és élményeket próbál szerezni ott a gyerekeknek. Ez nagyon fontos megemlíteni, hogy így az elmúlt 15-20 évben sokan tesznek azért, hogy a gyerekek minél jobban érezzék magukat a kórházban, és minél jobban meg tudják élni azt, hogy ők gyerekek, akár abban a formában, hogy játszanak, vagy abban a formában, hogy mondjuk a kórházpedagógusok járnak be hozzájuk, és ott tanulnak velük.
Az előbb 2016-ot mondtam, mint hogy a COSAB elindul, de valójában 2013-ban volt az első látogatásunk, ami nem a kórházban volt, hanem Barnit látogattuk meg már az otthonában. Én őt a kórházban ismertem meg, és 18. születésnapjára szerveztük meg az első látogatást, ami így nézett ki, hogy egy forró májusi napon Darth Vader, Roma hostomus, sok Obi-Wan Kenobi ellátogattak hozzá, és becsöngettek az ő otthonába, és nagy örömet szereztek neki. Pár hónappal később megvalósítottuk az első igazi kórházlátogatást, ahol már Barni is velünk tartott. Aztán 2006-ig többször előfordult ez, hogy ellátogattunk a kórházba, már nem csak az 501-es légió magyarországi helyőrségével, a Star Wars-os karakterekkel, hanem a Gyűrűk Ura cosplay klubbal, és aztán egyre bővült a csapat, csatlakoztak hozzánk a Star Trek-esek, a Cowboy Trekkerek, a Team Marvel tagjai, a DC karakterek, Disney hercegnők, a Toy Story karakterek, és egyre többen, akik még sajnos ide nincsenek felsorolva, de hogyha láttatok már esetleg képeket, akkor biztos felismertek jó néhány karaktert. Tehát 2016-tól számítjuk így a COSAB-et. Az volt a cél, hogy minél rendszeresebben, minél többször tudjunk ellátogatni a kórházba, és minél színesebb, többfajta karakterrel tudjunk menni, tehát ne csak Star Wars-osok, ne csak gyűrűkurások, hanem tényleg teljesen vegyítve, mint ahogy itt a felkonferálásban volt, hogy akár Darth Vader mellett mondjuk Hófehérke, vagy Amerika kapitány, vagy Pókember jelenjen meg. Már közel 70 látogatáson vagyunk túl, idén ebből 26 volt, és ebből 2 volt a mai napon, amint azt már említettem nektek. A jelmezesek száma az elmúlt 3 évben olyan 60-ra tehető szintén. Van egy kemény magunk, ez egy ilyen 15 fős csapat, és akkor ezen kívül vannak, akik kicsit mondjuk ritkábban tudnak velünk járni, de aki már egyszer valaha volt velünk, az benne van ebben a csodálatos 60-as számban. Budapestről indultunk, nem csak Budapesten vagyunk, hanem szerencsére már nagyon sok vidéki várost is felírhattam erre a listára, ahova rendszeresen eljutottunk. Ki kell emelnem ezek közül Szegedet, köszönöm is, itt vannak ketten a szegedi csapatból, ahol most történik meg az, hogy megvolt egy toborzás, és egy 10 fős csapat az, aki idén nyáron, ősszel el tud indulni önállóan, tehát nem kell majd Budapestről szervezni ezeket a látogatásokat, hanem Szegeden is lesz egy része a COSAB-nek, akik havonta fogják tudni látogatni a kórházat ilyen rendszerességgel. Ez egy nagyon fontos dolog. Bocsánat, kicsit többet ugrott. Igen. Ugye önkéntesek vagyunk, önkéntesen látogatjuk a kórházat, mindenki a munka mellett, a szabad idejében teszi ezt, pénzt nem fogadunk el ezért, bár többször kérdezték, és csodálkozva hallgatták a választ, hogy nem, ezek teljesen önkéntes, non-profit látogatások. Vannak ezen kívül segítőink, mert hogy az nagyon fontos, hogy tényleg megvalósuljanak ezek a látogatások. Például az egyik legfontosabb az a Max, a Playit-nek a szervezője, akiknek köszönhetjük azt, hogy lejutottunk a vidéki városokra. Ők azok, akik a benzinköltségünket szokták fizetni, úgyhogy nekik nagyon nagy hálával tartozunk, mert különben sokkal nehezebb lenne, vagy nem is tudnánk eljutni mondjuk egy-egy vidéki kórházba. Aztán vannak olyan önkénteseink, akik a látványban, a képek elkészítésében, a fotókban segítenek. Ugye a fotók nál is nagyon fontos, hogy van egy csomó fotósunk, akik szintén önkéntesen jönnek a kórházba, azért, hogy megörökítsék ezeket a pillanatokat, ezeket az élményeket, hogy aztán a gyerekeknek ez tényleg maradandó legyen. És akkor menjünk, nézzük meg, mi történik a kórházban. Ugye, hát rögtön azért ott is előkerülnek a mobiltelefonok, és nem csak a gyerekek örülnek nekünk, hanem a szülők és a kórházi dolgozók is. De számukra is nagyon fontos, hogy egy kicsit ők is ki tudjanak mozdulni abból a kórházi környezetből, amiben benne vannak, annak ellenére, hogy folyamatosan ott vagyunk a kórházban, de mégis azáltal, hogy egyszer csak
bemegy egy csapat furcsa jelmezekben, ez így segít abban, hogy egy kicsit elvonatkoztassanak attól, hogy hol is vannak, és mondjuk a gyerekek ismét teljesen csak gyerekek tudjanak lenni, és felszabadultan tudjanak mondjuk velünk játszani, vagy beszélgetni. Mondtam, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem bizony igen a kórházi dolgozóknak is nagyon fontos. Szerencsére ők is sokat szoktak ránk mosolyogni, meg fotózkodnak velünk, aminek mi is mindig nagyon örülünk, hogy tényleg nagyon jó hangulatban történnek ezek a látogatások, és mindig meleg szívvel fogadnak minket. Itt kicsit felsoroltam azt, hogy milyen sok helyre tudunk eljutni ezáltal, mármint úgy értve, hogy a sajtóban szerencsére azért egyre nagyobb az érdeklődés irántunk, így egyre többen ismernek meg minket, és egyre elfogadottabb lesz az, hogy mi a kórházakban vagyunk, ez segít nekünk ahhoz, hogy minél könnyebben be tudjunk jutni a kórházba. 2017-ben Neményi Márton fotóriporter felkeresett minket, hogy ő is jönne velünk egyszer-kétszer fotózni, és háromszor is sikerült eljönnie, és ebből két fotóriportot jelentetett meg. Budapesten, Szegeden és Pécset volt velünk. Igen, és két fotóriportban is szerepeltünk. Majd arra gondoltunk az egyik Play-it kapcsán, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek a képek egy kicsit még jobban életre kelnének. Ezért szerveztünk egy kiállítást a Marcinak a fotóiból, amik aztán a Play-iten, a Malon Bistróban, a V4-en kiállításra kerültek. Illetve a 36. Magyar Sajtófotó kiállításra is eljutottak ezek a képek, több fordulón túljutottak, díjat sajnos nem nyertünk, de kiállítva ki voltunk állítva ezekkel a képekkel, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog a mi életünkben, illetve az évfotói 2017 kiadványban is szerepeltek ezek a fotók, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezek a dolgok megvalósultak. Itt láthattok néhányat az ő képeiből. Ezek azért voltak számunkra különösen fontosak, mert tényleg olyan pillanatokat kapott el, amiket nyilván mi nem is láttunk, mert hogy mi szereplünk a képeken, és csodálatos dolog volt végignézni azt, hogy egy másik ember egy ilyen művész szemével, hogy néz ki neki a mi látogatásaink. Ezek a Szent László kórházas képek, úgyhogy akár ez ma is lehetett volna. Az elmaradhatatlan szelfik természetesen. Az önfelett játékok, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy szerencsére erre is lehetőségünk van, hogy a látogaták sok során úgy csöppenjünk bele a gyerekek életébe, hogy kipróbáljuk velük azokat a dolgokat, amiket mondjuk ők a kórházakban csinálnak. Például mondjuk ezen a képen nem szerepelnek gyerekek, de mondjuk a csocsózás is elég gyakran előfordul, vagy pingpong, vagy bármi, amivel ők amúgy ott szoktak játszani. Ezek a pécsi képek, az öltözködés, Artuditú is velünk szokott jönni, ő ugye lépcsőzni nem tud, úgyhogy segíteni kell neki egy kicsit, de szerencsére ezért jó, hogy szuperhősökkel is dolgozunk együtt, megoldják ezt a helyzetet. És akkor igen, egy fénykard csata pillanat képei. Megyünk tovább. Az is elhangzott ugye itt a felkonferálásban, hogy kiállítással is készültünk nektek, az a tornaterem egyik sarkában látható, nem ezek a képek, hanem már egy új kiállítás. Ezek nagyon fontos sorok, amit az osztályos pszichológus írt a Szent László kórházban rólunk, egy ajánlás nekünk, amit mi is büszkén szoktunk küldeni a többi kórháznak, hogy lássák, hogy tényleg miről van szó, hogy mennyire fontos ezeknek a gyerekeknek az, hogy egy olyan kizökkentő élményt tudunk nekik nyújtani azáltal, ahol bemegyünk ezekben a jelmezekben, és csak megkérdezzük tőlük, hogy hogy vannak, amit mással nem lehet elérni. Hogyha esetleg végigolvastátok, akkor menjünk tovább. Nem csak a kórházakban vagyunk jelen, nem csak kórházakban szoktunk járni, hanem kapunk meghívást más egyesületekhez, alapítványokhoz, táborokba. Az egyik ilyen egyesület az a Sportos Cukorbetegekért Egyesület, akikkel szintén szoros az együttműködésünk, és velük mindig valamilyen sportos programra szoktunk menni. Így fordult elő az, hogy mondjuk hófehérke és ez a korcsolyázott,
vagy ugráló kötelezünk, ugrálunk, és bármi, amit ők is szoktak így előírni, vagy ajánlani a gyerekeknek, hogy minél többet sportoljanak, még a cukorbetegség ellenére is, mert ez egy nagyon fontos dolog. Másik nagyon kedves szervezet, akikkel együtt szoktunk dolgozni, az a Parafit. Ők értelmi fogyatékos fiatalok, akik úszásra szoktak járni elsősorban, de ők is sportolni szoktak. Velük is a Play-en találkoztunk egyszer először, és rögtön nagyon megkedveltük egymást, úgyhogy ezért alakult ki ez a barátság közöttünk, és évente azért megpróbálunk egyszer-kétszer találkozni velük, és együtt játszani, vagy bármit, amit ők szeretnének. Van egy ilyen saját készítésű Dixit játékuk, amit nagyon szeretünk velük játszani. Aztán egy másik nagyon-nagyon kedves élményünk az a Sörédi tábor. Itt is mindenféle fogyatékkal érő fiatalok szoktak nyaralni, évente gyűlnek össze ebbe a táborba, és ide is meghívtak egyszer minket, úgyhogy ez is egy nagyon nagy élmény volt az ő kis életükbe bekapcsolódni, akár csak egy délutánra. És a legutóbbi ilyen élményünk, az Nagyatádon történt, az Agy te is egy boldog percet Botinak kezdeményezés hívott meg minket. Boti egy izomsorvadásos fiú, akinek van egy ilyen Facebook oldala, és a nagyatádiak azon vannak, hogy neki minél több izgalmas élményt szerezzenek, neki, illetve az ikertestvérének. Úgyhogy minket is elhívtak, úgy kezdődött a dolog, hogy akkor Botit meglátogatjuk az otthonában. Na, ennek az lett a vége, hogy aztán itt a 63-as bázison 15 másik gyerekkel buliztunk együtt. Ez egy volt laktanya, úgyhogy nagyon érdekes képek születtek, mert ilyen izgalmas katonai dolgokkal találkoztunk, mint például egy tank. Van egy csodálatos pingvinünk, akit a gyerekek nagyon szeretnek ölelgetni. Úgyhogy ezek a kórházon kívüli élmények, bár mindegyik azért a kórházhoz kötődik, mert hogy ugye elsősorban vagy akkor ilyenkor fogyatékkal élő gyerekekhez megyünk, vagy mondjuk cukorbetegekhez, vagy egyéb sérült gyerekekkel szoktunk találkozni az ilyen kórházon kívüli rendezvényeken. És hol tartunk most? Idén nyáron alapult meg a COSZÁB Egyesület. Eddig ugye csak úgy működtünk, mint egy baráti társaság igazából, mondhatom így, mert hogy ez is egy plusz, amit a COSZÁB ad nekünk, hogy barátságok tudtak itt szövődni. És akkor most jött el az ideje annak, hogy megalakuljunk, egyesületté váljunk. Ennek az egyik hozománya volt az, amit még a prezentáció elején mutattam, a Brains koncert, hogy akkor ott már tudtuk fogadni ezt a támogatást, amit ott összegyűjtöttek a számunkra. És akkor itt visszatérek Amerika kapitány pajzsához, ezen a koncerten lett bejelentve az, hogy a Team Marvel tagja, Amerika kapitány Zsikla Gergő egyébként felajánlotta az egyik pajzsát egy tombolára, ami úgy néz ki, hogy 1000 forintot kell átutalni, így lehet venni egy ilyen virtuális tombola jegyet. Még 3 hétig fog tartani ez a tombola, és a végén kisorsoljuk ezt a pajzsot, ami jelenleg a Budapest Parkban van, és hétről hétre egyre több aláírás kerül rá. A különböző együttesek, akik fellépnek a Budapest Parkban, ők dedikálták már ezt a pajzsot. Jelenleg így néz ki, jól tele van firkálva. Ez a tombolának az eseménye, hogyha esetleg valakit érdekel, akkor a Facebookon utána tudtok nézni. És amit még nem mondtam el vele kapcsolatban, a legfontosabb dolog, hogy természetesen ez az összeg is jól fog felhasználásra kerülni. A Szegedi Gyermekklinika onkológiai osztályán fogunk eljuttatni, vagyis fogjuk levásárolni ezt az összeget különböző felszerelésekre, amikre ott az osztályon szükség van. Még mindjárt, mielőtt megköszönném a figyelmet, azért megkérdezném, hogy van-e valami kérdésetek a COSZÁB-el kapcsolatban, vagy az itt elhangzottakkal kapcsolatban. Nincs. Szuper. Akkor mindent elmondtam szerintem ezek szerint.
Jól van. Akkor én mindenkinek köszönöm a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok mára. Sziasztok!